Néhány hete nyílt meg nagy sikerrel Győr a haza szolgálatában című kiállítás a Rómer Flóris Művészet és Történeti Múzeum Borsos Miklós kiállító terében. A tárlat bemutatja Győr ipari létesítményeit és egykori hadiiparát. Az elmúlt időszakban az 1900-as években működő gyárakról hatalmas mennyiségű anyag gyűlt össze, ami megérdemelne egy állandó kiállító teret. Bízunk abban, hogy nem csak a szakintézmények, gondolok itt a múzeumra, levéltárakra, helytörténeti gyűjteményre, hanem maga a város is partner lesz abban, hogy Győr kapjon egy valódi ipartörténeti gyűjteményt, hiszen az a városipari múltja erre egyértelműen alkalmasát teszi. Nagyon jó hír az, hogy az alapítványnak a látókörében van több olyan magángyűjtemény, múzeum, akik szeretnének Győrben letelepedni. Ugye Dunaszegen van egy szenzációs stabil motor gyűjtemény, ami egyik alapja lehetne ennek a jövőbeli kiállításnak. Budapestről Győrbe költözne a Fénymúzeum, ami gyakorlatilag a világítástechnikával, reklámokkal kapcsolatos mindenfajta eszközt tudna bemutatni. Vannak cégeknél gyakorlatilag még őrzött, de sajnos hamarosan kidobásra váró olyan anyagok, régi gépek, dokumentumok, amik ha nem őrizzük őket meg, akkor az enyészeté lesznek. Illetve még azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon jó hír, hogy a néhai ágyúgyár területén, most az Aldeo ZRT-nek a tulajdona egy régi vagongyári erőmű. Ez az erőmű épület alkalmas lenne arra, a jelenlegi tulajdonossal egyeztetve természetesen merem mondani, hogy ott egy kiállító teret létrehozzunk. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum is támogatja a kezdeményezést, mert egy olyan múzeum nyílhatna meg, amelyet a győriek saját magukénak érezhetnének. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, akár a hadipar, tehát mondjuk az ágyúgyár, vagy a vagongyári termékeknek a bemutatása, akár pedig több győri gyár tevékenységének a bemutatását én rendkívül fontosnak tartanám, és ehhez kapcsolódóan az itt élők, tehát a győrieknek a gyárakhoz kapcsolódó emlékeit. Ehhez kapcsolódó téma, hogy Iparváros címmel a Győri Ipartörténeti Alapítvány egy könyvet is megjelentetett a 750-es emlékév kapcsán. A kiadvány elfogyott, de jó hír, hogy folynak a tárgyalások az utánnyomásról.